Nem mindegy, hogy mit teszünk, különösen most a koronavírus idején. A jelenlegi járványhelyzetben ugyanis még jobban kell figyelnünk az egészségünkre. Fontos, hogy immunrendszerünk ellenálló képességét növeljük friss zöldségekkel és gyümölcsökkel, valamint különböző fűszerek fogyasztásával is. Az ezekből elkészült ételek pedig nem csak finomak, de nagyon egészségesek is. A mindennapi életünk legfontosabb része az egészséges táplálkozás, ezt nem győzzük elmondani, de ebben a jelenlegi helyzetben erre még jobban figyelnünk kell. Főleg akkor, hogyha most nagyon-nagyon sokat vagyunk otthon, és akkor az ember ilyenkor akár kényszerevővé is válhat. De ha már így van, és mondjuk bűnözünk és nassolunk, akkor nem mindegy, hogy mit eszünk, illetve nyilván már vannak olyan segítő kezek, akik segítenek is abban, hogy ha rendel szeretnénk, mert kényelem és egyéb okok miatt, akkor tudjuk egészséges ételt rendelni. Igen, tehát az egészségünket óvhatjuk sporttal, bármilyen, tehát helyes életvitellel, de mellette fontos szerintem, hogy az ételeket is úgy állítsuk össze, hogy fehérjeforrásokban, vitaminforrásokban elegendő legyen. És itt a menürendelésnél is fontos, hogy tudjunk olyat rendelni, hogy ne csak azokat az alapsémákat tudjuk rendelni, hanem egy olyan salátákat, amit jót tesz a szervezetünknek is, főleg ebben a helyzetben, így még jobban tudunk védekezni. Tehát akkor ez nem kimondottan például sportolóknak, vagy mindenkinek. Teljesen tehát akkor... mindenkinek. Először, amit meg fogok mutatni, az egy vadrizs saláta lesz. Itt a vadrizsről el kell mondani, tehát minden alapanyag, ami ebbe a salátába kerül, valamilyen fajta pluszt ad a testünknek. Na, ezt beszéljük át, mert annyi minden van itt, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy melyik mire jó. Itt egy vadrizst kevertem össze baszmati rizssel, hogy sokkal fogyaszthatóbb legyen, és mindenki... A vadrizs az egy teljes értékű fehérje. Itt azt kell tudni, hogy megtalálható benne minden aminosav. Tehát, hogyha egy vegán fogyasztja is, minden tökéletes lesz hozzá az étrendjéhez. Ez azért van összekeverve a baszmati rizssel, mert hogy lehet, hogy egy olyan ízvilága van a vadrizsnek, ami nem mindenki szájíze. Egy kicsit, tehát hogyha csak azt magába fogyasztanánk, egy kicsit szárazabb, de így, hogy fellazítjuk, így sokkal könnyebben lesz, és így a baszmati rizsnek és a vadrizsnek is a pozitív hatásait tudjuk élvezni. Nagyon jó, szuper. Következő a grapefruit és narancs szeletek. Itt a C-vitamin, a magas antioxidáns tartalma fontos, ez is. Mellette a dió, ami omega-3 zsírsavakban, növényi rostokban bővelkedik. Ezekből nem lehet eleget enni. Ebből, és így, hogyha ezeket kombináljuk, ott az édesburgonya, lepirított édesburgonya, ugyanúgy rostokban, B-vitamin, K-vitaminban, gazdagon van. És az öntet, amin próbáltunk oda, hogy ne menjünk ebbe a majonézes és a túl zsíros világba, egy szezám pasztát, tahini pasztát használtam. Itt arra kell, hogy ez a tahini pasztában olyan telített, többszörösen telített zsírsavak vannak, amire a szervezetnek szüksége van rá. Ezt kevertem össze lime-mal, citromlével és egy kis juharszirupppal is, és így mindenbe, tehát az édességet is. Csak hogy egy kicsit bűnözzünk a juharszirupppal, azért, hogy érezzük, a testünk, lelkünk érezze azt, hogy egy picit bűnözhetünk. És ezt fogom most úgy elkészíteni, hogy... Tehát alapból a rizssel kezdünk, ezzel a rizskeverékkel. Miközben abban segíts nekem egy kicsit, hogy a vadrizst, hogyha például valaki otthon akarja megcsinálni, akkor mennyivel több ideig kell elkészíteni vagy főzni? Ezt a vadrizset 40 percig kell főzni. Na. Egyetlen trükk van benne, hogyha az elején, amikor az először felfor, fekete lesz a víz, nagyon fekete. Ilyenkor fontos, meg. Nem kell megijedni, ilyenkor leszűrjük a rizst, és újra rátesszük a kétszeres mennyiség vizet, és tovább folytatjuk 40 percig, és 40 perc alatt meg fog púlni, ugyanúgy, mint egy normális rizs. Na, de hát aki teheti, az rábízhatja a szakemberre, és akkor megérkezik készen hozzá. Az édesburgonya, a lepirított édesburgonya, itt olívaolajjal pirítottuk le, frissen őrölt borssal, és sóval ízesítettük, utána kaliforniai paprika, kétszínű kaliforniai paprika, ezt is ugyanúgy olívaolajon egy minimális ideig lepirítottuk. Itt fontos, hogy ezeknél a salátáknál nem akarjuk túl hőkezelni a dolgokat, hogy minél több vitamin megtartsunk. Jön a korianderből, egy kevés a salátába, és utána pedig majd a tetejére is díszítésként fogunk tenni. Dióból. Jöhet a kis savasság. Igen, és a grapefruit és a citrom. És itt fontos, hogy a levében áztatjuk, és a levét is hozzákeverjük azhoz, és amikor az öntetet csináltam, akkor is a grapefruit és a citromnak a levét használtam az ízesítésnek. A tahini? Igen, a tahini mártáshoz. Így nem adunk hozzá cukrot, erre is figyelünk,
egy kis lime héjat is hozzáreszelünk az extra savassághoz. Ez már nem hogy extra savasság, hanem ez már egy extra ízvilág is egyébként, mert annyi intenzív íz került ebbe a salátába, hogy tulajdonképpen ilyen ízbomba lesz a szánkba szerintem. Mondom ezt én így laikusként. Önmagában, vagy köretként is fogyasztható önmagában, ez? Önmagában, ezek önmagában. Levesek és főételek is vannak, amit elkészítünk így, ez főleg magába, uh-huh. magába szolgáljuk föl. Díszítésként még a tetejére teszünk. Így. És akkor megint jöhet, hát az én nagy kedvencem. Koriander a tetejére. A finom koriander. És akkor, és a juharszirupunk? Juharszirupot beletettem a tetejére, most fogunk még egy picit olívaolajjal még a tetejére rásegítünk. Jó, hát én figyelek, tehát, hogy véletlenül se. És akkor maradjon ki a kis édes íz. Egy minimális olívaolaj tetejére. Voilà! És gazdag fehérjeforrásban, rostokban, vitaminokban, és ebben a helyzetben szerintem tökéletes, hogy egy ilyet megeszünk, és nem csak azt kimozdulunk, sportolunk, és mellett egy ilyet is megeszünk, semmi problémánk nem lehet. Van másik két salátánk is, folytatjuk, azért néhány ilyen szót mondjunk róluk is. Ezeket már előzőleg megtálaltam. Ez egy aranykarfiol saláta rukkolával, uh-huh. és szárított paradicsommal, amit mi szárítottunk ki. Itt az aranykarfiolnak a színezését, azt úgy értük el, hogy kurkumát adtunk a főzővízhez. Itt egy kicsit, tehát a főzővízbe sima vízbe főztük meg, és utána, miután lejjebb hűlt, egy 50-60 fokos vízbe hagytuk egy 20 percen keresztül a karfiolt, és így megszínezte. Itt is vigyáztunk arra, hogy a kurkuma, hogyha ezt hevítjük és forraljuk, akkor azokat a jótékony hatásait, az ízületvédő, a mindenfajta gyulladás csökkentő hatását ki tudjuk ölni, hogyha túl sokáig hevítjük. De így, hogy csak egy 50-60 fokos vízben tároltuk, így magába szívta, és gyönyörű szép végeredményt kaptunk. Mellett a tetején csírával díszítettem, és a rukkolának egy alapból jótékony hatása, egy kicsit kesernyés ízzel, de tökés. És mi hozzá egy mustármagos öntetet tettünk. Egyik jobb, mint a másik, és akkor nézzük a harmadik. A harmadik egy kinoás medvehagyma saláta, ebbe egy citromos, olívaolajos öntetet készítettünk. Ez egy nagyon könnyű háromfajta kinoát használtunk. Itt az otthoni kísérletező kedvéért elmondom, hogy a kinoánál nagyon fontos, hogy előtte megmossuk. Uh-huh. Aki ezt nem mossa le, az a végeredményeken bárhogy ízesítheti, a végén kesernyés lesz. Az egy kellemetlen ízvilág lesz. Egyszer át kell mosni, és utána meg is vagyunk. A tetején medvehagyma, egy plusz kis enyhe fokhagymás ízként, és ezzel a citrusos, olívaolajos mártással tökéletes. És ezt is egy tálételként. Tehát az, hogyha valaki nem eszik húst, akkor is lehet nagyon finomakat is enni, és egészségeseket. És egészségeseket. Köszönjük szépen! A vitaminokban és aminósavakban gazdag ételek, azok legyenek a mindennapi asztalunk étkei, akár otthon készítjük, akár pedig megrendeljük, fogyasszák, szeressék őket, jó étvágyat!